A miniszterelnök az elmúlt 10 évben túl sok uniós pénzt lopott, túl sokszor támadta hazugságokkal Brüsszelt, mondja Jakab Péter. A Jobbik elnöke szerint a kormányfő érzi saját kormányának a gyengülését, ezért menekülni próbál a felelősségre vonás elől, és közben minden utat felperzsel maga mögött, ami Nyugat-Európába vezet. Jakab Pétert kérdezzük. A Jobbik elnöke, tehát a vendégünk, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Az egy korábban ritkának számító alkalom, most meg kezdünk hozzászokni, hogy kiállnak ellenzéki pártok vezetői, és ugyanazt mondják, ugyanazt gondolják a világ folyásáról. Ugye ez történt most a napokban, amikor az ellenzéki pártok vezetői megállapították, hogy Orbán gyenge és tehetetlen zsarnok, és ebben egyetértettek. Ebből mi következik? Ebből az állításból? Legfőképp azt, hogy le kell váltani, és akkor, amikor az ellenzéki pártok leülnek egy asztalhoz, és nagyon sok áldozatot hoznak, és nagyon sok kompromisszumot kötnek, akkor azt nem véletlenül teszik, hanem azért teszik, mert egy sokkal jobb Magyarországot szeretnénk felépíteni, mint ami korábban volt. És egyébként a mai ellenzéknek ez a legnagyobb erőssége. Tehát én azért is hiszek az összefogás erejében, mert látom azt, hogy azért az ellenzék az elmúlt 1,5-2 évben honnan hová jutott el, és azt látom, hogy óriási fejlődésen ment keresztül is változáson, mind a Jobbik, mind pedig a többi ellenzéki párt. A változás pedig abban foglalható össze, hogy képesek vagyunk egymással kompromisszumokat kötni. És Orbán Viktornak ez a gyengesége. Tehát ő nem tudja, hogy a jó házasságnak is, meg a jó kormányzásnak is a kompromisszum készség az alapja, ő erre képtelen, ugye pont az uniós mentőcsomag kapcsán jelentette ki, hogy ő nem kompromisszumot akar, hanem megoldást. Miközben a kis buta nem látja a fától az erdőt, nem látja azt, hogy a megoldás az maga a kompromisszum, ami úgy szól, hogy kedves barátom, adunk neked 2500 milliárd forintos uniós mentőcsomagot, egy valamit kérünk, az, hogy kivételesen ezt ne lopd el, ne költsd a családodra, hanem fordítsd a magyarok jólétére. Csak Orbán Viktor ezt a kompromisszumot sem tudja megkötni, nyilván azért, mert önmagát képviseli, és nem a nemzet egészét. Mi ellenzékiek pedig pontosan azért tudjuk a nemzet egészét képviselni, mert sokszínűek vagyunk. Nem egyhangúak, hanem egységesek és sokszínűek. Van egy erős jobb szárnya az ellenzéknek, ez a Jobbik, és van egy erős bal szárnya, a kettő pedig végre nem egymást gyengít, hanem egymást erősíti. A bal szárny az melyik? Hát nyilván vannak pártok, akik magukat baloldaliként apostrofálják. Egyébként nem ebben a megosztottságban hiszek, de a választó sokszor ebben a koordinált rendszerben helyezze bennünket. Ugye, aki Orbán Viktorért rajong, vagy csak szavazója, nem is rajong. Pont azt szokta a legnagyobb értékének tekinteni, hogy erős. Hogy van ereje, hogy erősen kormányoz, hogy erőt mutat a tárgyalásokon, erőt mutat a vitákban. Erőnek azt mondják, hogy gyenge. Ez egy furcsa ellentmondásnak látszik első ránézésre. Mit nevezünk erőnek? Tehát, hogyha az óvodában a rossz fiú hangoskodik, akkor őt lehet erősnek hívni, hogy ő az erős fiú, de, és lehet, hogy persze, hogy befolyásolja a többieket, mert mindenki el akar ülni attól az asztaltól, ahol ő van, de attól még ezt nem nevezném erénynek. Az erény az, még egyszer mondom, az, hogyha képesek vagyunk a másikat meghallgatni, és egy közösség érdekében együtt tudunk dolgozni. Erről szól az Európai Unió, erről szól Magyarország. Mit gondol a brüsszeli vétóról, ami a küszöbben áll, és ugye most előbb beszélgettünk egy 10 perccel ezelőtt a lengyelországi tárgyalásokról, amik úgy látszik, hogy ezt még megerősítik, vagy erre még rádobnak egy lapáttal talán. Ez Magyarország számára katasztrófával egyenértékű. Tehát azért, ha tényleg csak a személyek szintjére lefordítjuk a vétót, akkor Orbán Viktor minden egyes magyar embertől, a csecsemőtől az aggasztjánig elvesz 250 ezer forintot. És ő azt mondja, hogy ezt nélkülözni tudja az ország ezt a pénzt. Persze eközben felvesz 900 milliárd forint hitelt, amit majd 30 év alatt velünk meg a gyerekeinkkel akar visszafizetni. Tehát ez tényleg a katasztrófával egyenértékű. Miközben a mentőcsomag nem csak, hogy jár Magyarországra, de szüksége van ennek az országnak erre a csomagra, úgy, mint egy falat kenyérre, ahhoz, hogy mentsük a menthetőt, azokat a munkahelyeket, amelyek még működnek. Ugye az elmúlt 2 hónapban 63 ezeren veszítették el az állásukat, ez egy döbbenetes szám. Hogyha ezt az uniós vétót fenntartja Orbán Viktor, akkor még mélyebbre fogunk menni ebbe a szakadékba. Eddig úgy tűnt, hogy kifejezetten szereti az Európai Unióból érkező forrásokat Orbán Viktor és kormánya. Az első között költötte el ezeket a forrásokat, hívta le ezeket a forrásokat. Most hirtelen mi a baja vele? Hát az, hogy van egy feltétel. Hogy az Európai Unió úgy tűnik, hogy egyszer valahára komolyan gondolja azt a feltételt, hogy az uniós pénzeket átláthatóan és szakszerűen kellene elkölteni, ami eddig nem valósult meg. Nyilván félre tudott nézni az Európai Unió, mert hát látta, hogy Magyarországtól kap olcsó munkaerőt, meg kap biztos felvevő piacot, de van egy olyan pont, ahol már az unió közössége nem akarja finanszírozni azokat az embereket, azokat a minisztereket vagy miniszterelnököket, akik korrupt módon elherdálják másoknak a pénzét. Még egyszer mondom, Orbán Viktort ez annyira nem érinti negatív. Van, hiszen ő azt mondja, hogy ha uniós pénz nincs, akkor majd ez orosz hitel, lesz kínai hitel, a magyarok majd visszafizetik, ő pedig büszkén bejelenti, hogy zökkenőmentesen folytatódnak azok a fejlesztések, amelyek elkezdődtek, ha nem kapunk uniós pénzt, a magyar gazdaság akkor is annyira erős.
nyilván hitelből persze lehet keménykedni, hogy mindent ki fogunk bírni. Csak hogy ez a hitel is majd Mészáros Lőrincet és körét fogja gyarapítani, látjuk a Budapest-Belgrád vasútvonalnál. Péntek reggel a rádió interjúban Orbán Viktor megemlítette a brit példát, hogy a Brexit hoz hasonló eredményeket, mint hogyha valaki nem is lépett be soha az Európai Unióba. Lám, a britek már most elkezdhetik az elsőként az oltások elindítását a koronavírus járvány kapcsán. Ami azért érdekes, mert mintha valamit kívánatosnak akart volna láttatni, amivel a magyar társadalom jelentős része azt mondja, hogy nem, tehát mi azt gondolom ebben az országban többségében uniópártiak vagyunk. De én még emlékszem arra, amikor a Jobbik ugyanerről beszélt, hogy lehetne kívül is ezt végig gondolni, hogy hogyan élnének a magyarok az unión kívül, nem feltétlenül ott kell bent lenni. Ilyenkor nem cseng vissza önnek valami a rég múltból? Nézze, tehát azt cseng vissza, hogy mindenki változik, van, aki pozitív irányba változik, ez a Jobbik, hiszen mindig is azt mondtuk, hogy az Európai Unió az nem egy rossz találmány, vannak hibái, ezeket a hibákat viszont ki kell mondani és ki kell javítani. A béruniós kezdeményezésünk pontosan arról szól, hogy ne legyen kétsebességes Európa, ne legyünk másodrangú polgárai az Európai Uniónak, csak azért, mert a keleti tömbből érkeztünk, hanem igenis a magyar munkaerő, ha minőségi munkát végez, már pedig azt végez, hiszen a német ipar imádja a magyar munkaerőt, hogyha elvándorol tőlünk, akkor pláne, de a minőséget meg kell fizetni nyugaton. Mi pedig azt valljuk, hogy Magyarország a nyugat része. Tehát a Jobbik változik pozitív irányba, a Fidesz is változik negatív irányba, tehát ők keresztényekből, meg konzervatívokból, tolvajok, meg drogosok lettek, akik két mise között most éppen orgiákon lógatják a lábukat. Ez így kemény mondat volt. Úgy gondolja, hogy általánosítani érdemes a Fidesz kapcsán? A fideszes szavazók áldozatok, őket megtévesztik, rajtuk segíteni kell, hiszen egy közös országban élünk. Azok a politikusok, akik kiszolgálják ezt a rendszert, ők megtettes társak, akiket majd el kell számoltatni. Én nem tudok megbocsátó lenni azokkal, akik tétlenül végignézik, vagy tevőlegesen asszisztálnak ahhoz, hogy most éppen uniós forrásoktól fosztják meg a magyar embereket, de korábban már megfosztották az egészségüktől, a megélhetésüktől, a biztonságuktól. 10 évnyi kétharmad után vagyunk. Hát mindent megtehetett volna ez a kormány, amit csak szeretett volna, és ők ezt a kétharmados felhatalmazást arra használták fel, hogy egy keleti típusú rezsimet építsenek, ahelyett, hogy egy nyugati típusú jólétet hoztak volna el ennek az országnak. Lehet visszamutogatni a 2010 előtti időszakra, és biztos, hogy mindenkinek van némi felelőssége, de annak, aki 10 éven keresztül kétharmaddal uralja a hatalmat és az országot, az viszont nem kelheti a felelősséget senki más. Sokan, már említettem az előbb, hogy Orbán Viktort miért szeretik. Ugye a felmérések azt mutatják, hogy nagyon sokan meg azért bíznak a Fideszben, mert alkalmasnak gondolják a Fideszt a kormányzásra, és félnek attól, hogy az ellenzék a sokszínűsége miatt, amit az előbb említett, majd kevésbé lesz alkalmas. Nekik mit tud mondani? Az, hogyha egy kormány sokszínű, az a legfőbb garancia arra, hogy tisztességes is marad, hiszen most 6 párt szövetségéről beszélünk lényegében, akik nagyon gyakran egyeztetünk egymással. Ha valaki eltévejedne, akkor biztos, hogy lesz másik költ, aki majd a helyes irányt meg fogja mutatni, hogy mindenki előre húzza az ország szekerét, és ne vissza, vagy legfőképp ne össze-vissza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jelent.